Spanyolországban a koronavírus harmadik hullámát rebesgetik. Rekordszámú új napi fertőzést regisztráltak szerdán, 39 ezer új esetet mutattak ki. Karácsony óta közel 40%-kal nőtt az intenzív osztályokon ápolt betegek száma. Az ország egészségügyi minisztere arra szólította fel a lakosokat, hogy szigorúan tartsák be az egyes régiók által elrendelt szabályokat, ez az egyetlen lehetőségünk, hogy visszaszorítsuk a vírust, fogalmazott. A járvány kezdete óta Spanyolországban csaknem 53 ezeren haltak meg a koronavírussal összefüggésben. December végén kezdtek el oltani, elsőként az időseket. Azóta több mint 580 ezer oltást adtak be a spanyol egészségügyi minisztérium adatai alapján. Nagy-Britanniában is rekordokat döntenek a napi adatok. Egy nap alatt több mint 1500-an haltak meg a Szigetországban. Ez egészségügyi szakértők szerint a kormány intézkedéseinek hatalmas kudarcát jelenti. Az Egyesült Királyságban a vírus különböző mutációi is komoly fenyegetést jelentenek. Lépéseket teszünk, hogy megállítsuk a brazil mutáció bejutását az országba. Lépéseket tettünk, hogy a dél-afrikai mutáció ne juthasson be. Ahogy Franciaország is lépéseket tett, hogy a brit mutáció ne juthasson be hozzájuk. Ezt teszik az országok, mondta Boris Johnson. Olaszországban sem csökken a fertőzöttek száma, ezért április végéig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot, amely nagyobb hatáskört biztosít a kormányzat számára, megkönnyítve a bürokrácia kikerülését. Portugáliában péntektől lépnek életbe újabb korlátozások. A főszabály az, hogy maradjunk otthon. Ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy megvédjük egymást és magunkat, csak akkor győzhetjük le a járványt, mondta a portugál miniszterelnök. Egészségügyi szakértők szerint akár 8 hétbe is telhet, mire a fertőzöttségi adatok visszaállhatnak a karácsony előtti szintre.